Tekintettel arra, hogy a Linz Forsberg második számú csapatában is szerepelt, egy a világranglistán 50 körüli helyezési számmal bíró fiatal kínai, bizonyos Wu Yu, és a nemzetközi szinten teljesítőképes fehér orosz játékos Baltus Hájtja is asztalhoz állt Szekszárdon, papíron szoros meccs várt a szekszárdi AC-re a negyed döntőben. Annál is inkább, mert a szekszárdiak litván játékosa Pascu Hájtja betegség miatt nem állhatott az első meccsen Szekszárdon a szakvezetés rendelkezésére. A papírforma alaposan borult, a Madarász, Bilenko, Bálint, Bernadett, szekszárdi trió mindössze másfél óra leforgás alatt stílszerűen szólva lemosta az asztalról a Forsberget. A fiatal, de sokat rontó, a tenisz nyelvén szólva sok ki nem kényszerített hibát vétő osztrák-kínai Wu Yu csupán egy meccset tudott nyerni, azt is a szekszárd harmadik számú játékosa Bálint Bernadett ellen. 6-1 lett a vége. A sima vereség nem lepte meg a Forsberg magyar edzőjét, egykori éljátékosunkat, Harci Zsoltot, aki úgy nyilatkozott a meccs után, hogy ezzel a fiatal csapattal, ez ellen a szekszárd ellen nem is táplálta a győzelmi reményeket. Az elmúlt időszakban a Forsberg-Szekszárd meccsek azok igen érdekesek voltak, azonban szerencsére eddig mindig mi kerültünk így győztesen, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a második csapatunk. Ugye a fiatal kínai játékosunk az végül is a Berni ellen viszonylag magabiztosra 3-0-ra nyert. Ellen nem volt labdabiztos. Az első mérkőzés az nekem egy kicsit csalódás volt, a Bilenko ellen nagyon sima vereséget szenvedett. Én azt gondoltam, hogy azért az egy élesebb, harcosabb meccs lesz. Mindazonáltal a fiatalok hajtanak, próbálnak bekerülni az első csapatba, de hát ehhez azért lényegesen több kell, hogy bekerülhessenek. Mindenképpen, hisz az a csapat folyamatosan a legrangosabb kupában, a Bajnokok Ligájában szerepel. A szekszári edzőpáros megpillantva a már melegítő osztrák csapat összetételét némiképpen azért jó előre megnyugodott. A kínai lánynak a játéka egy kicsit gyengébb volt, mint amire mi vártunk. Tulajdonképpen a Zsolt mondta, hogy sokat utazott. A Pro Tour után hazament, illetve visszajött, tehát több időt töltött a levegőben, mint mióta szárazföldre ért. Őt úgy éreztem, hogy egy kicsit gyengében játszik, bármi ennek örülünk, hogy a Bilenko simán megverte. A többi lány pedig tudjuk, hogy fiatal, tehetségesek. A Linznek ugye ez az erősség, hogy Európából összeválogatják a fiatal tehetségeket, és ott megpróbálják kinevelni őket. Így van, körülbelül erre számítottunk. Az ukrán klasszikus védőjátékával kizökkentette a támadó ellenfeleit. Örülök, hogy javul a formám, úgy érzem, hogy nagyon erős és végig az utolsó poénért küzdő fiatal játékosokat sikerült legyőznöm, és ezzel a győzelemmel kedvező helyzetet tudtunk teremteni a visszavágóra, mondta a mérkőzés után Tatjana Bilenko, a szekszárd új légiósa. Madarász és Bálint Bernadett a párost is megnyerte mindjárt a mérkőzés kezdéseként. Mivel a linci visszavágó formalitásnak tűnik, lehet már előre gondolni egy picit, mégpedig a közép-európai szuperliga elődöntőjére, ahol akár a cseh Hodonin vagy a lengyel Wroclaw ellen már biztosan még jobb teljesítmény, és persze Pascal játéka is szükségeltetik a szekszárdi AC-nél.